A Modern Vállalkozások Program a vállalatok digitális helyzetének javítását segíti. 2017 nyaráig több mint 3500 cég kapta meg a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést. Folyamatosan nő azon cégek száma, amelyek vállalkozásuk digitális fejlesztését helyezik előtérbe. Ebben a gyárban már több folyamatot is robotok végeznek emberi beavatkozás nélkül. A teljes automatizálás, az okos működés pedig már nincs elérhetetlen messzeségben. Az ipar 4.0, más néven a negyedik ipari forradalom már napjainkban zajlik. A gőzgépek, a tömeggyártás és a gépekkel történő automatizálás megjelenése után most a robotrendszerek terjednek el a termelésben, a gyártóipar digitalizációja folyik. Az automatizálás fejlesztésével az iparban a világhálón keresztül folyamatok, rendszerek, információk is elérhetővé válnak. Ezek a könnyebb és gyorsabb kezelhetőséget segítik, valamint az információszerzés is hatékonyabbá válik. Magyarországon is egyre több vállalkozás mozdul el az intelligens ipar irányába. A kormány számára is fontos a vállalkozások digitális fejlesztése. A cél, hogy a cégek minél hatékonyabban fel tudjanak készülni a digitális gazdasággal kapcsolatos versenyre. Ezt szolgálja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által indított, mintegy 2 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló 2019 közepéig tartó Modern Vállalkozások Program is. A programban digitális technológiákat, szolgáltatásokat kínálnak vállalkozásoknak, a területi kamaráknál tanácsadó segíti a cégeket a hatékonyság növelés érdekében, illetve megismertetik őket az Ipar 4.0 nyújtotta lehetőségekkel. Ez év nyaráig a tervezett 3000 vállalkozás helyett közel 10 000 vidéki kis- és középvállalkozást sikerült elérni. Több mint 4700 sikeres helyszíni üzleti, informatikai átvilágítás és tanácsadás történt meg, s meghaladta a 3500-at azon mikro, kis- és középvállalkozások száma, melyek megkapták a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést. Czóba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket is! Itt a megyében a vállalkozások mennyire innovatívak, mennyire nyitottak a digitális fejlesztésekre, vagy inkább csak követik a hullámot, vagy előre ráéreznek arra, hogy nekik erre valóban szükségük van? Hát nagyon jól közelítette meg. Egyik része a vállalkozásoknak az csak követi, mert nem kellően készült még fel rá. Másik része, és itt inkább a termelővállalatokról van szó, az pedig szinte rá van kényszerítve, hogy a digitalizációnak a mostani fokát, ezt az ipar négyet, amit ez a köztudatban ez ment át, illetve ez a megnevezése, vagy IoT, ez a dolgoknak az internete, ezt alkalmazza. Ez az ipari fejlődésnek a most a pillanatnyilag a legmagasabb foka, ebben részt kell mindenkinek venni, aki a termési folyamatba bekapcsolódik valamilyen formában, akár gyártóként, akár ezeknek a gyártóknak szolgáltatóként működik közre, mert ez már nem a jövő, hanem a jelen. Nagyon szépen elindult ez a folyamat, ez egy világtendencia, mi is ebből bekapcsolódtunk egész Európa Unió, Magyarország, magyarországi kis és közepes vállalkozások is, és hál' Istennek, hogy a kormány ezt támogatja, ez egy nagyon fontos dolog. A GINOB-ban különböző pályázati lehetőségek vannak, amelynek keretében ennek a megvalósítását a kis és közepes vállalkozások is el tudják végezni. Viszont, hogyha egy kis kitérőt megenged, nem sokan foglalkoznak azzal, és nem beszélnek arról, hogy ennek hátrányai is vannak, ugyanis számítástechnikából tudjuk, hogy a hackerek azok a világban nagyon szépen elszaporodtak, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és ugyanígy sebezhetővé válnak ezek a rendszerek is, amit az ipar 4-ben alkalmaznak. Arra szurdom elfordul, hogy például leállítanak egy gyárat, egy termési folyamatot, tehát ugyanúgy be lehet ott is avatkozni, és a biztonságra, a védelemre, a megfelelő védelemre való törekvés, illetve arra a felkészültség ugyanolyan fontos, mint ezeknek az ipar 4 rendszereknek a létrehozása, vagy megvalósítása, vagy ebbe való munkavégzés, vagy az alkalmazása. Tehát erre szeretném felhívni minden vállalkozásnak a figyelmét, hogy ezzel párhuzamosan a megfelelő védelemről, védelmi eszközökről is gondoskodjon, vagy tájékozódjanak, mert rendkívül sok veszélyt rejt magában. Ebben tudnak segítséget kérni a vállalkozások? Hát természetesen vannak olyan szakcégek, akik hát ezekkel a hackerek által állított kémprogramokkal, illetve ezek a fizetős különböző programok, vagy bocsánat, e-mailek jönnek, hogy fizessünk valahol valamit, és akkor megmondja, hogy olyan léphetünk tovább, mert leállította a rendszert mondjuk egy vállalkozásnál, vagy egy cégnél.
Ez többször előfordult, most a közelmúltban is hallottam ilyen eseteket. Magyarországon is elég sok, hogy egy kisebb, nagyobb céget is le tudtak szinte teljesen állítani. Például a könyvelési rendszerét leállították, vagy a vállalati állítási rendszerét leállították, és nem tudott tovább lépni napokig, hetekig. Ugyanígy sérülékenyek ezek az ipar 4 rendszerek is, mert ezekbe is sajnos be tudnak avatkozni. Úgyhogy erre még egyszer mondom, biztonságra nagyon oda kell figyelni, meg kell keresni azokat a szakcégeket, akik ebbe tanácsot tudnak adni, akik ebbe megoldásokat tudnak nyújtani. Mennyire sikeresek a pályázatok során a megyebeli vállalkozások és kis- és közepesekről beszélünk még mindig? Amit én tudok, ami hozzánk eljutott információ, eléggé sikeresek, mert mindenki teljesen átgondolja, úgy látjuk, vagy úgy véljük azt, hogy mit akar megvalósítani, hogyan akarja megvalósítani. Nagyon sokszor szaktanácsadót is vesznek figyelembe ezen a területen, és így a pályázatoknak a jelentős része a sikeres. Annál is inkább, mert ahogy az előbb is említettem, ez egy nagyon preferált és kiemelt terület a GINOP pályázaton belül, a digitalizáció és az előrelépés felzárkózás a világ trendjéhez, hogy úgy mondjam. Mik a legnépszerűbb pályázatok, illetve lehetőségek, akár hitel lehetőségekről is beszélhetünk? Hát én nem tudok nem ismerek mindenféle pályázati lehetőséget, de először egy kisebb vállalkozásnál ugye még mindig a számítástechnikának a fejlesztése, annak a teljes alkalmazása a kis vállalkozásoknál is, hogy ráteszik a teljes vállalati rendszerüket, a könyveléstől kezdve a számlázásig, a szállítólevél kiállításig, a raktárkészletgazdálkodásig. Ha ez a vállalat termelő, akkor esetleg egy-egy gépének vagy technológiának a folyamatát rá tudja tenni erre az IoT rendszerre, amelyet most, hogy képletesen fogalmazzak, akár otthon a laptopján vagy a okostelefonján meg tud nézni, hogy most épp termel a gépet, mit termel, mennyit termel, milyen műszaki paraméterei vannak, tehát otthonról kvázi tudja követni, vagy egy nyaralás alkalmával a technológiai vagy termelési folyamatot. Ebben lépnek és ebben próbálnak a vállalkozások sikereket elérni. Úgy tudom, a Széchenyi program is azért továbbra is fut, sőt, bővültek is a lehetőségek. Igen, most volt egy szeptemberben egy bejelentés, hogy a kormány támogatta a Széchenyi programot ismét egy nagyobb lépéssel, elősegítette a vállalkozásoknak, hogy 100 millió forintos hitelt is felvehessenek. Ezt viszont el kell mondjuk, hogy ehhez a bankok 4-5-6-szoros számla forgalmat igényelnek, tehát ezt csak a nagyobb vagy közepes, vagy a nagyobb közepes vállalkozások tudják felvenni ezt a hitelt, mert ehhez már 5-600 milliós számlaforgalom szükséges a banknál éves szinten. Ugyanis a bankunknak az az elvárása, hogyha ad 1 millió forint hitelt a Széchenyi kártya programban, akkor nála viszont ennek a 5-szöröse, 6-szöröse legyen meg számlaforgalomban. Ez most is így van, tehát egy 100 millió forintos hitel, ez akkor fél milliárdos banki számlaforgalom szükséges. Mennyire erősek a megyei vállalkozások ilyen tekintetben, van erre rálátása? Hát még nem tudjuk, mert hozzánk még nem érkezett be ilyen értékű hiteligénylés, hogy hányan fogják ezt igénybe venni, de szerintem egy következő mondjuk fél évben ezt látni fog, hogy ilyen igény felmerül-e, és hányan akarják ezt igénybe venni. Biztos, hogy csak a nagyobbak tudják ezt majd elérni. Mik azok a legnépszerűbb pályázati lehetőségek, amikre nyitottak a megyebeli vállalkozások, akár a Széchenyi hitel igénybevételével is? Azt mondanám sajnos, ami már lezárult, ugye a telephely fejlesztési pályázati rendszer, ezt sajnos már lezárták, de még mindig az eszközbeszerzésekre fordítanak sokan, tehát szerszámokra, gépekre, berendezésekre, számítástechnikai eszközökre, erre pályáznak inkább a vállalkozások. Van, ahol sikerül létszámot is bővíteni, akkor ezzel kapcsolatos pályázatokat nézik meg, és pályázzák meg ezeket a lehetőségeket. Ahol a ők is cégénél, vagy nagyobb cégénél a forgalma, illetve a piaci helyzet úgy javult, hogy létszámot kell bővíteni. A VOSZ miben tud segíteni a vállalkozóknak? Hát a VOSZ-nak van ingyenes tanácsadási rendszere, a VOSZ-nak a honlapján ez elérhető. A megyei irodánkban, ott pedig folyamatosan a Széchenyi kártyával kapcsolatos bármilyen felmerülő kérdésben tanácsot tudunk adni. Szombat Csaba, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm a lehetőséget.